Jelenleg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban szolgálok, hivatásos katonaként őrmesteri rendfokozattal. 16 éve versenyszerűen szkanderezek, azóta 4-szeres világ és 4-szeres Európa bajnok vagyok. Anyukámnak jött egy ötlete, hogy hát az akkori újságokban meg mindenhol hirdették, hogy hát a honvédséghez keresnek embereket gőzerővel, próbáljam meg. És akkor így jött az ötlet, akkor megpróbáltam, bekerültem, ez 2001-ben volt. A szkandert, mint sportágat már ismertem korábban is. Előtte 10 évig versenykerékpároztam, és voltak alapozó edzések, ami konditermi edzést jelent, és ez miatt én is jártam terembe. És egy ilyen edzés alkalmával az akkori Szkander Egyesületnek a vezetője föltett nekem egy olyan kérdést a konditerem, hogy nem-e kipróbálnám ezt a sportot is. A rutinosabb versenyző az úgy szokott oda menni az asztalhoz, hogy ő fogjon először. Én is mindig arra törekszek, hogy én fogjak először, keresem a fogást, hogy nekem jó legyen a fogás. Azzal nem kell foglalkozni, hogy az ellenfélnek mi a jó, nekem legyen jó. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mint katonák. A sport, mint olyan, támogatva van a seregben. A sereg biztosít egy óra hosszát munkaidőben sportra. Az első ilyen kiugró eredményem az 2014-ben volt Litvániában, Vilniusban rendezték meg akkor a világbajnokságot, és egy népes mezőnyben egy harmadik helyre be tudtam jönni. És azt mondtam, hogy igen, akkor megérkeztem, tehát nekem ezt folytatni kell. Igazából, tehát 2014-től indult be ez az európai és világszinten az éremgyűjtés. Itt van Tomi, ő eddig más sportban utazott, átnyergelt a szkanderre, egy jó pár hónapja edz velünk, és látszik, hogy nem kis darab ember, de ki tudom játszani. Ide az a lényeg, hogy egy másfajta erőnlét kell, és ugye az a tévhit van, hogy valakinek nagy a karja, meg akkor baromi nagy súlyokat emelget, és mondjuk elmegy egy konditerembe és edzés, az a fajta erő kell, de a szkanderban nem. Tehát tévhit, itt nem lényeg az, hogy most nekem hány centi a bicepszem. Most már szerintem a nőknek egyre könnyebb helyzete van. Régebben tényleg meg lehetett számolni, akár két kézen is mondjuk itt Szolnokon, hogy hány nő volt egy-egy alakulatnál. Ez a létszám folyamatosan növekszik. Férfi a sportágnak van kikiáltva, de egyre több nő kezdi el, egyre többen próbálják ki magukat. A versenyeken is azt veszem észre, főleg nagy versenyen, hogy nagyon nagy utánpótlása van tehát a női szkanderben is. Én remélem, hogy még többen lesznek, nem csak a lányok, hanem fiúk is, tehát hogy legyen utánpótlás, hogy legyen miből utána válogatni, mondjuk itt Magyarországon is, mondjuk egy olimpiára. Idén az EB-t azt kihagytam, egyéb okokból volt egy ilyen mélypontom, minden sportolónál van, nálam is elérkezett ez, hogy elgondolkodtam rajta, hogy azért 16 évet csinálom, egy kicsit elfáradtam, úgy éreztem, fontosnak tartottam azt, hogy inkább a családommal töltsek több időt, és akkor úgy döntöttem akkor egy értelem, hogy akkor leállok. Aztán valahogy csak nem tudtam elszakadni a sporttól, mert nekem egy ilyen második család igazából, és éreztem még bennem egy olyan jellegű erőt, ami azt mondta, hogy a VB-n brigé el kell indulnod, és igenis, hogy még meg kell mutatni, hogy még itt vagy, és sikeres lett végül is a VB is. Jövőre Magyarországon lesz az Európa-bajnokság, tehát azt vétek lenne ki, hogy mindenképpen szeretném képviselni az országot, a válogatottat, és remélem, hogy az a két aranyérem, ami most volt a VB-n, az 4 lesz.